Ez a Pápavárosi Televízió híradója pénteken. Köszöntöm nézőinket! Februárban a szakértői vizsgálatokat követően már kivágtak néhány rossz állapotú fát a Szalmavári utcában. Ezt követően a lakók azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy a többi fát is távolítsák el, mert sok bosszúságot okoznak az ott élőknek. Az engedély készhezvételét követően csütörtökön a városgondnokság munkatársai munkához láttak az utcában. Szerdán érkezett meg a határozat, hogy a Szalmavári utcában álló további 27 fa is kivágható. Három láncszűrészesünk van, mind a három rendelkezik a szükséges papírokkal, hogy ilyen munkákat elvégezhessünk, illetve saját dolgozóinkkal végezzük a munkát. A szállítójárművek is saját, tehát a városgondnokság tulajdonában vannak. A szakemberek a dönthető fákkal kezdték csütörtökön a munkát, melyet aztán pénteken folytattak. A tervek szerint hétfőn fejezik be, így a jövő hét első napján még forgalomkorlátozásra kell számítani a Szalmavári utcában. De a fakivágást követően is lesz még feladat. Egyeztettünk azzal a vállalkozóval, aki a tuskok kifurását végzi. Ők húsvét utáni kedden fognak jönni, és remélhetőleg itt kedden szerdán végeznek. Mi ezzel párhuzamosan elkezdjük a területet takarítani, illetve az új fák egy részének a talaj előkészítő munkáit elvégezni. Ez azt jelenti, hogy jövő hét csütörtökön, inkább pénteken megkezdődnek az ültetések. Bakó István elmondta, hogy az egységes utcakép érdekében mindkét oldalra ugyanolyan fák kerülnek, gömbkőréseket telepítenek. A végzettség nélküli korai iskola elhagyás visszaszorítása, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, illetve a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása volt annak a pályázatnak a célja, mert tegnap zártak le a pápai tankerületi központban. Az EFOP projekt a kerület 4 iskolájában segítette a tanító-nevelő munkát. Az online projekt záron így a Mezőlaki, a Nyírádi, a Lovászpatonai és a Devecseri általános iskola megbízottjai számoltak be az elért eredményekről. A 2018. január 1-től 2021. március 31-ig tartó programban 80 a lemorzsolódás veszélyét mutató diák vett részt, valamint családtagjaik, és közel 30 pedagógus. Aki komplex tevékenységükkel kreatív és elismerésre méltó munkát végeztek a tanulói lemorzsolódás megakadályozása érdekében. Mondta Pillerné dr. Raksányi Ildikó főosztályvezető, aki a szakértőket idézve elmondta, hogy a szakképesítés nélküli általános iskolai végzettség magában hordozza a munkaerőpiacról való kiszorulás lehetőségét, és növeli a társadalmi peremre sodródás kockázatát. Az iskolák alkalmazott pedagógiai módszertanának megújítása, a jó gyakorlatok kialakításának elvárása, a változó társadalmi folyamatok, szokások mellett, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók elérése komoly kihívást jelent a pedagógusok számára. A projekt bebizonyította, hogy együtt, az intézmények közötti szakmai összefogással hatékony, sikeres módszereket lehet kidolgozni, különböző eseményeket megszervezni, és ezáltal mérhető, pozitív eredményekkel elősegíteni a célok megvalósítását. A program 80 millió forintos összköltségű volt, ebbe belefért az eszközfejlesztés is, hisz otthon ezeknek a gyerekeknek nem mindig biztosítottak a tanulási feltételek, így cél volt, hogy legalább az iskolában legyen módjuk a diákoknak a koncentrált, nyugodt munkára. A tanulás motiválása érdekében a tanulók fejlesztéséhez szükséges eszközöket biztosítottunk, illetve a fejlesztőhelyiségek kialakítása és felszerelése érdekében tanulói asztalokra, székekre, tanári asztalokra, székekre, felzárkóztató szoftver és eszközcsomagokra, fejhallgatókra, 80 diák részére pedig irodaszer csomagokra biztosított fedezetet a projekt költségvetése. Az iskola képviselői beszámoltak a kitűzött célokról, az elvégzett feladatokról és a tapasztalatokról. Többek között voltak kiscsoportos és egyéni differenciált foglalkozások, fókuszba került a tanulás tanítása, de szerveztek egészségnapokat, családi napokat, közös élményt nyújtó játszóházakat, tanulmányi vetélkedőket is.
Magánkezdeményezésre szeretnék megvalósítani a szennyvízcsatorna kiépítését az Öreghegyben, hasonlóképpen társulási formában, mint ahogy azt 2013-ban a vezetékes víznél is tették. Ezért első körben felmérik az ott lakók, illetve telektulajdonnal rendelkezők igényét. Arra kérnek mindenkit, hogy március 31-ig töltsék ki az igényfelmérő regisztrációs lapot, amit már eljuttattak az érintettekhez. A szennyvízcsatorna kiépítése önköltséges, épp ezért az első lépés az igényfelmérés, mondta Zsegraics Gyula. A tanácsadó testületnek a tagjai és a helyi lakosok úgy döntöttek, vagy legalábbis van egy olyan kezdeményezés, hogy a környezetünk védelme érdekében meg kéne óvni ezt a városrészt a növekvő szennyvíznek a hatásától. A jelenlegi adatok szerint több mint 700 ingatlant érinthet ez a beruházás, de nem mindegyik lakott. Feltérképezik, hogy kik, akik itt laknak, kinek van itt olyan ingatlanuk, amelyikre szándékoznak rákötni, mert eléggé nagy az a terület, ahol igény lehet rá, de nem biztos, hogy a népesség nyilván itt, vagy a nyilvántartóban ez szerepel. Az ingatlan tulajdonosok már megkapták az igényfelmérő kérdőívet, melyet a megadott 4 öreghegyi cím valamelyikére kell eljuttatni, nemleges válasz esetén is. Arra kérek mindenkit, hogy a tájékoztatón szereplő címre vagy címekre juttassa, legyen szíves ezt a kitöltött nyomtatványt, ami segíteni a tervezés, a költségkalkulációnak a dolgainak a kialakításában. Minél többen csatlakoznak a kezdeményezéshez, annál alacsonyabb lesz az egy ingatlanra jutó költség. Első körben az öreghegyi résznek indult meg a kezdeményezése, ami nem zárja ki a következő ütemben a Törzsökhegy meg a Kishegynek a szennyvízzel való ellátását. Az igényfelmérő kérdőíveket március 31-éig kell eljuttatni a megadott címek valamelyikére. A védelmi intézkedésekről szóló rendelet értelmében 4 hónapja nem fogadhat vendégeket a pápai várkertfürdő. Lassan közeleg a jó idő, de úgy tűnik, a zárvatábla még marad a létesítmény ajtaján. Egyelőre csak a gyógyászati részleg működhet, ott viszont a novemberi-decemberi visszaesést követően nőtt a páciensek száma. A Gróf Eszterházi Kórházzal együttműködve dolgozik a várkertfürdő gyógyászati részlege, itt végzik a reumatológiai járóbetegellátást. Épp ezért ez a részleg most is működik. Talán a novemberi-decemberi időszak volt egy kicsit talán problémásabb, amikor a saját dolgozóink is fertőzöttek lettek. Volt egy kéthetes időszak, amikor háromhetes időszak, amikor be kellett zárnunk, és volt egy olyan időszak, amikor tényleg látszódott az emberek hozzáállásán, hogy igyekeztek otthon maradni, nem mozdultak ki, nem érték utol a házi orvosukat, és nem tudtak beutalót szerezni hozzánk, és akkor egészen a 0 és az 50% közötti forgalmat vagy kapacitással tudtunk csak tevékenykedni. Mostanra már a járóbetegellátási kapacitás szinte teljesen kihasznált, a fürdőjegyes kezeléseknél érezhető visszaesés. A fürdő területén eddig bent végezték el a szükséges javításokat, a jó idő beköszöntével pedig kint folytatják ugyanezt. Nagy Zsolt úgy véli, nehéz lesz a fürdőkultúra újjáélesztése. A vezérigazgató szerint a nyitás után a hotellel rendelkező wellness helyek lesznek a leglátogatottabbak. Épp ezért a hotel koncepció eredeti tervén szakmai javaslatra változtatnak. Egy kicsit nagyobb, egy kicsit magasabb színvonalú, és extrább szolgáltatásokkal karöltve is. Gondolok itt arra, hogy a mi kis szállodánk, amit szerettünk volna első körben megvalósítani, az alapvetően csak szállodai szobákat jelentett volna, mert a fürdő már minden más egyéb szolgáltatással rendelkezik, így étteremmel, wellness-el, stb. Viszont ez a színvonal, amit most megálmodtak szakemberek, ez azt gondolom, hogy igényel egyfajta olyan szolgáltatás csomagot pluszban, ami nem feltétlen a fürdőt jelenteni, külön étterem, külön kicsike wellness világot jelenthetne. Ehhez közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni, első lépésként a tervező kiválasztásához. Ez május elejére lezárulhat, s akkor a kiválasztott tervező munkához láthat. A cél az lenne, hogy az év végére összeállítsanak egy olyan szakmai anyagot, amivel aztán lehet pályázni a kivitelezésre. Kedves nézőink, hírműsorunk után következzen az időjárás jelentés.
Szombaton az élénk helyenként erős déli délnyugati szélben már 15-20 fok közé melegedhet a levegő. Délután északnyugat felől egy hidegfront érkezik északnyugatira forduló széllel, záporokkal, helyenként akár zivatarral. Vasárnap az ország nagy részén gyakran lesz felhős az ég, de kisebb eső, zápor csak egy-egy helyen fordulhat elő a nap első felében. A kissé szeles időben 10-15 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!